Megtelt az újvidéki művelődési ház nagy terme, ahol a helyiek a környékbeli magyarokkal ülték meg a telepnapját. A nap a telepi emberekről szól. A telepnapja a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban nemes egyszerűséggel a telepi emberekért van. Tavaly szerveztük meg először, és nagyon nagy sikere volt, ezért döntöttünk idén úgy, hogy megpróbáljuk ezt a rendezvényünket hagyományossá tenni, és idén másodízben tudtuk ezt megszervezni. A Magyar Kultúra világító tornyainak nevezte a Vajdasági Magyar Művelődési Egyesületeket. Köszöntő beszédében Dudás Károly, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke, a Magyar Összefogás jelöltje. Ezzel azt szerettem volna kiemelni, hogy mennyire fontos a kultúra az életünkben. Mi nagyon sokat beszélünk arról, hogy első helyen nyilván az oktatás van, hiszen a kiművelt emberfők viszik előre ezt a közösséget és az egész nemzetet. Telepnapja elnevezésű rendezvény zenés vigadalommal zárult. Újvidéken a 2011-es népszámlálás adatai szerint 13.272 magyar él. A városban akkor 341.625 lakost vettek nyilvántartásba.